Kedves hölgyeim, a nőnap alkalmából kívánok önöknek nagyon sok szeretetet, boldogságot. Kívánom azt, hogy álmaik megvalósuljanak, hogy céljaikat elérjék. Hogy megkapják azt az elismerést, azt a szeretetet, amelyet megszolgáltak, amelyet megérdemelnek. Hogy legyenek gyermekeik, hogy legyenek unokáik. Hogy olyan közösségben élhessenek, ahol minden pillanat örömet és boldogságot, kiegyensúlyozottságot jelent. Szeretném, ha csak mosoly és csak öröm érni önöket egész életük folyamán, itt sátor a jó helyben is, persze mindenhol a világon. Remélem, hogy ez a vágy, ez a kérés, ez a jó kívánság nem csak egyszer, és ne egy napon igaz, március 8-án, hanem az év többi napján is. Kérem, fogadják tőlem szeretettel Szalai Pál nőnapi köszöntőjének egy verszakát. Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás. Az anya, akinek testén állt a világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel. Mindig megbocsátva kell, és soha, soha nem enged el. Ő a fény, a meleg és minden, ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.